Nehézhetünk lesz. Ja, de mit várt el a 12-től? Minden héten legalább 3 dagát írunk, és most még a tételkidolgozás is. Hagyjátok már abból! Sokkal gyorsabban haladunk nyavalgásához. És egyébként is, ez legalább egy érdekes téma. Ebben igazad van. Nektek mi jut eszetekbe, hogyha 1848. március 15-ére gondoltok? A szabadság. A szerelem. Szabadság és szerelem. Visel büszkén. Legyen ez a mai dicső napjelképe. Viselje ezt mindenki, aki a szabadság híve. Ez különböztessen meg bennünket szolgálkodától. E három szín képviseljen 3 szót. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Tűzze mellére mindenki, akiben magyar vér és szabad szellem ángol. Viseljék mindnyájan, akikben a szabadság és testvériség vére lobog. Vannak napok, melyek nem múlnak el, az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, és fényt szólnak minden születő tavaszra. Valamikor szép, tüzes napok voltak, most enyhen de is fény árad. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ugorjájú szépen köszönjük. Nagyon romantikus. Képesek lennétek? Úgy értem, ha akkor élnétek. Szóval egy forradalomra. Értitek? Most mire gondolsz? Petőfi Sándor és a márciusi ifjak bátorságára. Hogy a hazáért és az elveiket még az életüket is képesek voltak feláldozni. Igen, igen. Tudjátok, van az a Petőfi vers. A nép nevében. Még kérem, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép? Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hírét? Ízzó vasronon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeti meg, mert az maga a tűz, úgy vigyázzatok, és még pusztíthat el ám rajtatok. S a nép hajdan csak eledet kívánt, mivel hogy akkor még állat volna. De az állatból végre ember lett, s emberhez illik, hogy legyen joga. Jogot tehát, emberjogot a népnek! Mert a jogtalanság legrútabb bélyeg Isten teremtményén. S ki rásüti, Isten kezét el nem kerülheti. S miért vagytok ti kiváltságosok? Miért a jog csupán ti nálatok?
Apáitok megszerzik a hazát, de rája a népiszadás csorog. Mit ér csak eképp szólni, itt a bánya? Kéz is kell, mint mely a földet kihányja, míg feltűnik az arany ere. S e kéznek nincsen semmi érdeme? S ti, kik valljátok olyan gördösen, miénk a haza, miénk a jog? Hazátokkal mit tennétek vajon, ha az ellenségünk ne rajtatok? De ezt kérdeznem, engedelmet kérek, majd elfeledtem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobrat a sok hős lámnak, melyek úgy futott? Jogatanék meg az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer, mint amely eldől, ha lengyel új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, többiseit a nép közé vetétek. Ide a rózsa néhány levelét, s verétek vissza a tövis felét, még kér a nép, most adjatok neki. Vagy nem tudjátok, mi szörnyű a nép, ha nem kér? Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hírt? Izzó vasrónon őt elégetének, de szellemét a tűz nem égetének, mert az maga a tűz, úgy vigyázzatok. Ismét pusztíthat el ám rajtatok. És te mit gondolsz? Mit ott eszedbe? Nekem egy esős tavaszi napillanat, ahol szabad nemzetű történelme kezdődött. Egy esős tavaszi napillanat, amikor Párizs és Bécs után Pesten is kitört a forradalom. A forradalom illata. Pilvax kávéhez, 12 pont, március ifja, köztük Jókai és Petőfi. Kegyelem, életadó harma, amikor lángra gyújt a te irgalma, ezeri hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, amíg nappal add meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. Szól hozzá csendesen, tajtékzó tengeren, erősebb ez a szó minden vihar. Felemel magas kősziklára, betakar szárnya árnyékába. Szabadság madara, szájra most vállamra, a tiéd legyek én ma valahára. Szabadság madara, szájra most vállamra, a tiéd legyek én ma valahára. Ez nagyon szép. De nem volt ilyen egyszerű. Bécs kezdetben ugye nem vettük, de a szervezkedés híre azért eljutott a bécsi polgárokhoz is. Hallottuk, hogy Pesten óriási baj van. Elszabadultak tenni a császárlóba az istállóból. Vagy ez a csinos kétműska? Mondja az a színésznő. Nem fogadta a legnagyobb vacsora meghívást? Nem erről van szó. Pesten gyülekezik a csőcselék a múzeumkertben, és néhány egyén vezetésével az utcára vonulnak, agitálnak. Győzködik az embereket. Ugyan miről? Nem akarnak fizetni a serért talán? Nem hiszem, hogy sörről lenne szó. Ilyeneket hallottam, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, meg olyan 12 pontot is emlegetnek. Jó, nyugalom, emlegessenek csak. Néhány taknyos kölyök, hogy mit tud ártani nekünk. Kicsit randalíroznak, aztán szépen hazamennek. Ennyi. Sussz, fasz. Nem szívesen mondom, de néhánynál azért többen vannak. Mérnök hallgató, jogász hallgató,
orvostan hallgatók, és a heti vásár érkező parasztok is ott örülnek körülöttük, és... Remélem nem azt akarja mondani, hogy a polgárok is csatlakoztak a rendmondókhoz, ez skandalunk felháborító. Kik a vezetői? Petőfi Sándor, Jókai Mor, Vasvári Pál, meg az az Irinyi, aki a 12 pesti pontot osztogatja a népnek, azok meg úgy kapkodják, mint valami cukorka volna. Milyen 12 pontot? Hogyan adhatták ezt ki? Hogyan engedhette meg a cenzúra? Úgy hallottam, Petőfi azt mondta, ne ismerjünk el többet semmiféle cenzor, menjünk egyenesen a nyomdába. Petőfi, már megint ez a Petőfi. Világszabadság mi? Jogokat a népnek mi? Hát nem tudom, mi lesz ebből. Vajon hol késik Jókai? Megmondtam neki, hogy gyűjtse pontokba kívánalmainkat, mégpedig oly módon, hogy világos és érthető legyen. Elég volt már a sok kérvény. Az ország nem ír több kérvényt az uralkodónak. Most a néphez kell fordulnunk, a népet kell megszólítanunk. Ott jön már, látom, Pangerel nyomdájából kinyomtatták a 12 pontot. Tessék, vegyétek! Olvassátok, itt van írva minden, amit óhajtanánk, minden, amiért életünket adnánk, minden, amiért harcolni és meghalni készek vagyunk. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadság cenzúra eltörlését. Felelős minisztérium a Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti bank. Katonaság, esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Nekem színek jutnak eszembe. A kokárda színei, a magyar nemzet színei, az erő, újség és remény színei, piros, fehér és zöld, a magyar forradalom színei. Áldott-e föld, és áldott-e szól, édes hazád. Itt van a bölcsőd, s itt rivatott az ég édesanyád. És ha egyszer sírok, nő a vadvirág, mi fentről is, a mennyből is, hallom. A magyar hazát, hazád egy föld,
Sőt, hallom is a fejlődőnek. Olyan fiatal őr, és férfiat hangja, az arcokat és színüket az ég felé fordítva, küzdöttek úrja a lét szabadságáért. Olyan fiatal őr, és férfiak, akik képesek voltak hangjukat egy jó ügy érdekében emelni, és felfiatak hangoztatni a szabadság, egyenlőség, testvériség elszavát. Fiatal férfiak, s nők hangja, a magyar forradalom hangja. Csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai. Szégyen rá, lecsendesül, és szabadságát nem vívta ki. Magára hagyták, egymagára a gyám népek a magyart. Láncsörg minden kézen, csupán a magyar kezében cseng a kard. De hát kétségbe kell leesnünk, hát búsuljunk emiatt. Ellenkezőleg óhon, inkább ez légyen, ami lelket ad. Emelje ez föl lelkeinket, hogy mi vagyunk a lámpafény, mely amidőn a többi alszik, ég a sötétség éjjelén. Ha a mi fényünk nem lobogna a véghetetlen éjjel át, azt gondolhatnák fönn az égben, hogy elenyészett a világ. Pekints ránk, pekints szabadság, ismerd meg mostan népedet. Midőn más könnyed sem meradni, mi vérrel áldozunk neked. Vagy kell-e még több, hogy áldásod nem érdemtelen szálljon ránk? A hűtlen korban mi utolsó, egyetlen híveit valánk. Talpra magyar, élj a haza! Itt az idő most, vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válaszodok. Magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem juthatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard. Jobban ékesíti a kars, mi mégis láncot hordunk. Ide veled régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Yeah.